Budapesten is ez egy profi MMA mérkőzés, ezzel zárul majd az 5. Roncsbár Ketrec harc gála. És hát téged is szép számú szurkoló sereg biztatott. Hát igen, így kialakult egy idő alatt, mert én ugye ez az 5. meccsem itt a Roncsba, az elsőn is voltam folyamatosan. Ott már vannak szőgyényi rajongók is. Hát. No, kezdődhet tehát akkor az összecsapás. Igen, itt is azért Balázs javára van egy kis méretbeli különbség. Te inkább a földharcot kedveled, melyik? Így van, én inkább a földet. Ő inkább úgy vettem észre, hogy állós volt, állóharcos. Láttam, hogy elég gyors, ugye profi kesztyűvel ez elég mérvadó. Úgyhogy próbáltam így leszűkíteni a távolságokat, szóval ne tudja használni a magasságbeli előnyét ellenem. Ugyanis egy külön technikai repertoár, hogy használjuk a ketrecet, hogy szorítsuk oda a másikat. Próbáltam így elfárasztani kicsit. Te is birkóztál korábban, úgyhogy azért ennek a múltadnak is hasznát veheted. Keresed a fogást egyelőre. Így van, itt most fordult, ő van kívül. Ő sem nagyon akartam úgy szabadulni, szóval így nem akart kockáztatni. Igen, most egy ilyen padhelyzet megtűnik, amiben most vagytok. Hát így van, ez egy ilyen 50-50 helyzet. Amiből még bármi kialakulhat. Most te kerültél belőle. Igen, a kezét azt gyönyörűen. Én ezt majdnem sikerült egy ilyen furcsa fogással megfesztenem. De végül kapcsolt. És aztán most a nyakát szorítottad be. Ez egy elég előnytelen pozíció nekem. Igen, mögét került gyorsan. Aztán onnan próbál dolgozni. Ilyenkor kivársz? Igen, várom a helyzetet, hogy mikor tudok szabadulni. Ez sikerült is. Össze is jött az ugye adott az pillanatban. Még fontos, hogy én balkezes vagyok, ő pedig jobb, és főleg a leviteleknél ez zavaró neki. Mert ugye én általában jobbkezesek ellen harcolok, edzésen is sokkal jobbkezes, szóval én tudok jobbkezes ellen bunyózni, viszont aki nem találkozott még így balkezessel, annak szokatlan. Újra a ketrecnél vagytok. Ez is sokkal megerőltetőbb, mint ahogy így kívülről látszik. Úgy néz ki, mintha csak ott állnánk a ketrec mellett, pedig elég erősen próbáljuk mind a ketten tolni egymást. Most emelni próbál. Sikerült is ott egy... Ez lenne egy guillotine. Ez bizony, itt most... Hát ez egy szorult helyzet volt. Igen. Szerencsére így elég erős a nyakam ahhoz, hogy ebből ki tudjak bontakozni. Sőt, most már te vagy fent. Igen, most a kezedet, karodat fogja benne, hogy tudj ütni. Hát ugye én itt próbáltam nem pocsékolni az erőmet, szóval fölöslegesen nem ütöttem, csak amikor úgy láttam, hogy tiszta a cél. Ez is egy érdekes szituáció, hogy az ellenfél Máté Balázs felállni még nem tud, te sem tudsz egyelőre, csak most tudsz közel kerülni hozzá. Igen, ez egy fél háromszög, ameddig nem fordítja fel a lábát a nyakamhoz, addig ez ugye nem annyira veszélyes. És most itt viszont igen, előnyös. Ajaj, igen, mert igen, ez egy fordulatos meccs itt, mert váltogoznak itt a pozíciók elég. Hát szó szerint rendesen. Fordulatos, itt forogtok aztán jobbra-balra tényleg. Lábbal próbálod dolgozni folyamatosan. Na és ott aztán
most beindítod, begyújtod a rakétákat. Hát lábbal igen, próbált téged távolítani. Nagyon szépen belépsz több alkalommal is. Ilyen hangosan üvöltöttek az emberek. Ezt akkor ezek szerint nem is hallottad. Nem. Az ott igen, úgy tűnik, hogy Balázsnak az elég kellemetlen most, ami történik. Hát nem, az nekem kellemetlen csak. Neked? Na, akkor én. De most így. Hát akkor most a lehető legjobbkor jött ez a... Ez a gong. Fújsz is egyet. Ott? Igen, azért ilyenkor elfáradt az ember. Ott ilyenkor hogy értékelted, mennyire tudsz visszaemlékezni az első menet utáni szünetre? Hát ugye az edzőm Szabó Róbert, és ott van az öcsém Attila. Mondták, hogy mit csináljak, azt mondták, hogy úgy folytassam, ez így jó taktika. Ezzel így meg lesz. Mondtam, hogy úgy tüdővel még nem vagyok kész, úgyhogy még bírom. Ebből még úgy lehet jó. Hát akkor tényleg de úgy ennyire emlékszek körülbelül abból, amit mondtak. Akkor ez abszolút jó, lehető legjobbkor jött ez a szünet. Tudsz egy picit fújni, összeszedni magadat. Ugye előtte kopognak kalapáccsal az asztalon, akkor hallottam, hogy még van 10 másodperc. Akkor arra úgy számítottam, hogy na, akkor ebből meg se próbálok kijönni, mert 10 másodperc után úgyis felállunk. És az is csak erőt, energiát pazarolnál, igen. És következik tehát a második menet majd. Hát valóban, ahogy mondtad is, itt azért 5 perc az elég hosszú idő tud lenni. Dolgoztok rendesen. És természetesen Máté Balázsnak is folyamatosan érkeznek az instrukciók. Az utolsó menet következik a 5. Roncsbár ketrecharc gálán, amelyet ugye te és Máté Balázs vívtok meg. Az nem volt zavaró, hogy azért elég sokat kellett várni, amíg te ketrecbe léptél. De elég zavaró, de már megszoktam, szóval ugye a nagyobb súlycsoportú emberek azok amúgy is a végén szoktak lenni, meg valahogy mindig így alakult, hogy a vége felé vagyok, úgyhogy már megszoktam. De amúgy igen, jobb lenne, ha az elején le tudná az ember. Na nézzük tehát a második menetet, és egyben az utolsó menetét a 5. Roncsbár ketrecharc gálának. Az első menet tapasztalatai után, igen, azt nagyon eltaláltad, és... Csak ugye itt is össze tudja szedni magát, majd be tudod fogni. Ösztessék, Laci Rigmus, hallatszik. Itt az a lényeg ennél a fogásnál, hogy ne engedjem, hogy úgymond kifecskézzen, berakja a két lábát az én két combom közé. Ha ez nem történik, meg akkor nem működik a folytás. Ezt ugye sikerült is kijönnöm. Igen, és az ellenfelednek ezeket a hosszú lábait tartani azért, ez nem egy egyszerű dolog, és itt gyönyörűen, itt azért nagyon befogta igen a lábadat, de ki tudtál jönni belőle. És itt valószínűleg lehet nem is fog látszani a technika. Amivel... Most operálok. Ez egy folytás. Nyakát fogtad be? Ugye, hogy volt először meccsen, és ez ugyanaz a pozíció, igen. Amikor így nem próbálom először is ütni. Ugye próbálja a ketrecet használni. És próbál fejre rúgni. Így van. Itt és pont ott, a fejét ütöm, csak ott viszont igen. Hát ott aztán... Kapja rendesen az ellenfél, és próbál felfele mászni a ketrecen. Be van fogva a keze. És véget is ér a mérkőzés, kérem szépen. Ez nem látszik, hogy be volt fogva a keze, és ugye azzal nyertem. Megvan tehát a győzelmed, sorrendben hanyadik? 8. azt hiszem, nem tudom pontosan.
Hát gratulálunk neked ezúton is. Megnyerted tehát a mérkőzést, az 5. Tondibár Ketrecarc Gála záró mérkőzését Máté Balázs ellen, és mi ezzel a remek eredménnyel köszönjük meg a megtisztelő figyelmet, természetesen az eredményhirdetés pillanat, a Szőgyényi László kezét emeli magasba Györfi Károly mérkőzésvezető. Hát igen, se kellett altatni akkor ezek szerint. Nem nagyon.